Az ellenzék szerint intézményesült Magyarországon a korrupció, a kormánypártok pedig úgy látják, éppen az ellenzéki pártokról derült ki korábban, hogy egyes képviselőik korrupció gyanújába keveredtek. A korrupcióról rendezett parlamenti vita napon a kormánypártok a baloldal és a Jobbik összefonódásáról beszéltek. Az MSZP elnöke pedig a fideszes Németh Szilárd beszédéről mondta azt, az nem más, mint egy Tuskó Hopkins idézet, amit törölni kell a jegyzőkönyvből. Miért van nyakig benne az ellenzék a korrupcióban? Biztosan. A kormány képviselői az 5 évvel ezelőtti elmúlt 8 évről beszéltek leginkább a korrupciós vitában. A fideszes Németh Szilárd hosszasan sorolta azoknak az ellenzéki politikusoknak a nevét Juhász Ferenctől Simon Gáboron és Cuslág Jánoson át, egészen a jobbikos Kovács Béláig, akik ellen az ügyészség eljárást indított. Németh Szilárd Szolzsenyicint is idézte beszédében. Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista. Nincs olyan vastagbőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki nem mondana, ha azt a mozgalom érdeke, vagy az elvtársak személyes boldogulása így kívánja. Sajnos a hataloméhes Jobbik immár sokatszor ezekkel állt össze. Ezen nincs mit magyarázni. Madarat tolláról, embert barátjáról. Kérje meg a jegyzőkönyvezetőket, hogy ezt a 15 perces Tuskó Hopkins idézetet, ezt tudja, hogy van, töröljék a jegyzőkönyv, mert ez méltatlan. Az MSZP elnöke szerint elképesztő, hogy a Fidesz még mindig visszafele mutogat, miközben ilyen mértékben soha nem intézményesült Magyarországon a korrupció. Igen, különböző kormányok idején zajlottak korrupciós ügyek, de egyetlen egy kormány sem volt, tisztelt képviselőtársam, hogy állami szintre emeli, jogszabályi szintre emeli a korrupciót. A Jobbik szerint az antikorrupcióval kampányoló pártok kormányra kerülve rendre maguk váltak a korrupció legnagyobb elkövetőivé, akár az MSZP-ről, akár a Fideszről legyen szó. Ki az önök közül, aki tűzbe merné tenni a kezét Endi Vajnáért, Habony Árpádért vagy Mészáros Lőrincért? Én nem, az biztos. De önök tűzbe merné tenni a kezüket a miniszterelnök közvetlen környezetéért? Paks, kaszinó, trafikok, földosztás. Az LMP szerint ezek a korrupció hívószavai ma Magyarországon. A kormány számára a teljesen professzionálisan felépített és központosított korrupciós rendszernek a működtetése az elsőrendű feladat, és mi úgy látjuk, hogy ennek egy fedő tevékenysége a kormányzás. A vitában az is elhangzott, a korrupciós bűncselekmények elévülési ideje is 10 év, így hiába reménykedik a kormány, hogy megúszhatja majd a felelősségre vonást.